Kedves presbiter testvérek, a szövetség tisztelt tagjai! Dészabó Dániel, drága Dani bátyám 90. születésnapja késztet írásra. Indokaim nagyon egyszerűek. Kicsi gyerekkoromtól tisztelem, becsülöm és szeretem őt. Abban az egykori Tiszán inneni ébredési világban lelkipásztorok, presbiterek, a hívő keresztjén, református népkörében már évtizedekkel ezelőtt legenda volt a neve. Számon is tartották, nagy mozgalommal az állambiztonsági szervek is. Isten országának frontembere ő megtérése, újjászületése óta. Jézus Krisztus Urunk kegyelméből kivételesen gazdag, szolgáló életet tudhat magáénak. És nem csak magáénak, hiszen élete minden időben elsősorban másokért és másoknak szólt. Ez a keresztény élet egyik alaptörvénye, akiért Krisztus meghalt és feltámadt, az megengedheti magának a luxust, hogy másokért éljen. Elveszett, szenvedő emberekért, gőgös pártemberekért, peremre szorított cigányokért, elszakított magyarokért, ukránokért, oroszokért, románokért, hollandokért, amerikaiakért. Mennyi evangéliumi találkozást kezdeményezett és élt át a Dani bátyánk bármely nemzet fiával vagy lányával találkozott. Lételeme a misszió, legyen az a cigányok között, Erdélyben, Kárpátalján, Szibériában, vagy éppen a távoli Koreában. És közben lehet, hogy éppen villanyszerelő, vályogvető, szállodai portás vagy pincér. Istennek legyen érte hála. Éppen ez a szüntelen hála árad személyiségéből. Hála, mert az Úr minduntalan bátorította és megerősítette abban, hogy kiváltság a legáldázabb időkben is Isten szolgájának lenni. Uram, csak a lelkiismeretem szabadságát őrizd meg. Ez volt az imádsága azokban az időkben, amikor a világnak és Európának ezen a táján kereszténynek lenni, azt őszintén vállalva másoknak is hirdetni, csak igazán bátor szívvel volt lehetséges. Az Úrnak kedves volt, megőrzött, mondja gyakran. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk, hirdeti az apostolok cselekedetei. Szabó Dániel életereje abban a meggyőződésben gyökeredzik, hogy az az igazán jó, az a kedves az Úrnak, ha az ember terheket visel az életében, mások terheit. Mert az ígéretet, amit kaptunk, erre hív bennünket, én pedig veled leszek. Nem félt akkor, amikor zsidókat mentett, a magyar gulág rabjait etette a hortobágyi kényszermunkatáborban, kárpátaljai lelkészeket és hívő testvéreket támogatott, és egy sor korántsem veszélytelen szolgálatban volt jelen. Nem félt, és nem fél. Pedig volt része kihallgatásokban, többszörös rendőri őrizetben, nehéz küzdelmekben, de ő lelkében mégis mindig szabad maradt. Minden pillanatban békében van a világgal, békében van az emberekkel, még egykori ellenségeivel is, akikkel képes testvéri közösségbe kerülni. Kedves Dani bácsi, te vagy az a szolgatársunk, akiből az Úr megbocsátó szeretete úgy árad, hogy még az is részese lesz a lélek munkájának, aki még nem is hallott Isten szeretetéről. Képes vagy megmutatni a tévejgőknek, a bizonytalanoknak is, hogy a maga élet idejében mindenki feladatul kapja a keresést. Az Úr keresését. Hitvalló emberként, régi és küzdelmes idők nagy tanújaként formálsz bennünket hosszú évtizedek óta. Hálásak vagyunk, hogy hallgathatjuk történeteidet, imádságaidat, hogy részesülhetünk bölcsességed és hited kincseiből. Csodáljuk frissességedet, páratlan erődet és aktivitásodat, tenni akarásodat, szervező képességedet, álhatatos bizalmadat, egyházad és néped iránt. Köszönjük prófétai látásodat, ahogyan ezt a lelki ajándékot használod Isten dicsőségére és a mi javunkra. Messze látsz, messzebb látsz, mélyebbre és magasabbra, mint kortársaid.
Erre a látásra nagyon nagy szükségünk van nekünk, mert nélküle elveszünk a saját bűneinkkel folytatott küzdelemben és napi harcainkban. Dani bácsi, főtiszteletű úr, áldjon meg téged az Isten a Sionról kegyelmesen, kiteremtette az eget, a földet és mindeneket. Testvéri szolgatási köszöntéssel Balogh Zoltán, református püspök. Dani bácsi, Isten áldjon, és szeretettel kérünk erre a 90 évnek az összefoglalójára. A Bibliámat csak azért hoztam, hogy megerősítve érezzem magam, amikben százszor és ezerszer le van írva, hogy kegyelem nélkül csak kárhozatot és halált érdemelnénk, és semmiféle jó szó nem érhetne el még a testvérek jó akaratán keresztül sem. Mindenképpen kell, hogy az életünk summája, minnyájunké, az legyen, ami Pálé volt, kegyelemből vagyok, aki vagyok. Az nyilván egész életünkben csodálandó, hogy az Úr miért választ két balkezeseket, én születésem szerint is balkezes vagyok, de a jobb kezem is többnyire az volt, és nem tudom, hogy az angyalok közül kik voltak megbízva, hogy igazítgassák azt, amit én az Úr nevében, esetleg még jó akarattal is ismételten elrontottam. Nagyon hálásan köszönöm nyilván ezt a fölötti való megbecsülést, kedves Bor Imre elnök testvérünknek, akivel azt az ajándékot kaptam, hogy együtt lehetünk ebben az elnöki testvéri kapcsolatrendszerben is, és hála az Úrnak, hogy ő neki sokkal több olyan talentuma van, amelyikkel dolgokat nagyon felelős hitbeli realitással kíván rendezni és mindeneket megerősíteni. Nagy ajándék volt kedves dr. Nagy Sándor testvérünk mellett ülni, aki a zsinatnak a világi elnöke volt hosszú időn keresztül, és akiben sok-sok olyan emléket őrzöm, nem csak az ő életéről, hanem az ő életükről, amelyikben az Úr munkáját tapasztalhattuk meg, és mindenkor vágyott arra, hogy a nagy együttléteinkben az akkor még itt fennálló orgonát ő hangosítsa ki, és ő szólaltassa meg. Köszönjük szépen. Persze nem vagyok ebben a pár percben semmiképpen sem alkalmas, mert csak hibákat követnék el, hogyha megpróbálnám mind a jelenlévőket felsorolni, vagy mind azokat, akiket kellene most említeni, de mind ezonáltal nagy örömmel, sálladással szemlélem az itt lévő korábbi testvéri kapcsolatokban Szilágyi Sándor doktor testvérünket, kedves dr. Vizián Miklós, mint elnök főtitkári beosztásban és felelősségben is munkatársakat, kedves Gyudák Endrét, és hasonlóképpen majd a további ünneplésben felelősséget elfogadó és vállaló professzorulat az Orvosi Egyetem részéről, aki majd szintén felelős munkásává válik a szövetségnek, és hasonlóképpen még hogy említsem kedves Pásztor Gyula testvéremet, aki Sárospatakot képviseli ezen az alkalmon most itt, és már is szégyellem, hogy ilyen nagy utat tett meg a magam kis egyszerű öreg életének a megtisztelése érdekében. Ő benne én mindenkor egy egész nemzedéki kapcsolatot, több nemzedékit szemlélek, az ő édesapja annak idején a teológián mindnyájunknak mondhatom, Istentől megáldott áldás hordozó, s továbbadó élete volt, most pedig kedves szolgálattevő fiával munkálkozhatom, s tapasztalhatom meg ugyanannak a léleknek ugyanazokat az ajándékait ő benne, és ugyanúgy áldássá váló forgolódását a sárospataki teológia spirituálisa és tanára is, akit Isten nagyon megáldott bölcsességgel, elkötelezettséggel, sőt szentséggel, ami nem kicsi dolog egy olyan világban, ahol sokféle ismeret megmaradhat, és nagyon nagyot károsulhat az, amiben nem tudunk engedni az Úr szándékának. Nos, ilyen formán nem merek most már tovább menni, bár még olyan is van közöttünk itt,
velem érkezett épp családi kötésben, aki egyébként a Dulos Logos hajón 4 évet töltött, bejárva a világ legelhagyatottabb helyeit ezzel a nagy hajóval, és az urat szolgálva 3-4 század magukkal annak idején fiatal misszionárisokként. Mindenképpen nem kicsi dolog az, amiről és amelynek a keretében hát vagyunk most mi itt együtt mindazonáltal, csak éppen rámutatnék valóban nagyon gyorsan, nem akarom ezt a csúnya szót használni, hogy hadarva, de nagyon sietősen, mert itt vannak azok is, akik majd várnak, hogy 11:30-kor kocsiba ültethessenek, mert Isten kedves rendezésében, hiszen nem csak emberekében, lent a horvát tengerparton már 4000-en megvették a jegyet a horvát katolikus államból, akik együtt akarnak ünnepelni a mi közösségünk által rendezett, ez az a nap kategóriájú lelki együttlétben, és ebből valahogy el kell még jutni és érni. Isten sokféle módon szólítja mi nemzetünket. Ha szabad mondani, ez nem az én életem története, hanem az én megtapasztalásom is, és bizonyára egybeesik a ti megtapasztalásaitok, az szólítja. Istennek terve van a mi nemzetünk életével, és azon belül munkásokként megszólító, megerősítő, elhívó, vergődéseiben átvezető és az Úrig vezető munkásaiként akar látni, és nem csak mi rólunk van szó. Egyre inkább látszik a támadásoknak az útján is. Isten bennünket egy gyertyatartóba helyez, egyre inkább, mint református egyházunkat, egyre inkább, mint benne lévő lelki közösségeket, egyre inkább úgy, mint akiken keresztül Európához is szólni akar. Ez nagyon soknak tűnik így, hogyha ezt egy öreg ember bátorkodik vakmerően mondani, de ha tapasztaljuk, hogy milyen ellenállásokkal van dolgunk, és hogy milyen szent dolgokat kell védenünk, akár a gyermekek védelmében, akkor látjuk, hogy gyertyába, gyertyatartóba helyezett gyertyadarabok vagyunk. Ennyit legalább szabad hinnünk magunkról, szabad erről bizonságot tenni. Az Úr megtalált egy eltörött gyertyából 2, 3, 4, 5, és valamennyi további darabot, százakat és ezreket, akiket mind-mind ma Magyarországon gyertyatartóba kíván helyezni. Azért, hogy fénylék annak, akik a házban vannak, akik az európai házban vannak, és hogyha akarja az Úr, még tovább is. Mert sötétség egyre inkább ránk borul sok-sok vonatkozásban. És az is igaz, amit a világ missziói közmondás mond, amikor a sötétség ráborul az emberi világunkra, akkor látszanak a csillagok. Isten akarja, hogy a reformációnak a szent öröksége, az ébredéseknek a nagy áldása, a mind egészen Skóciától, egész Németországtól annak idején érkező, mind a puritanizmusban, mind a pietizmusban, mind más-más, és aztán itt feltörő keresztény tanításokban, Szikszai György szent életén keresztül, a racionalizmusnak az idején is, hogy ezek valahol megerősödjenek, az Úrban leszünk, és engedünk néki is, amit láttunk és hallottunk, azt nem fogjuk elhallgatni, hanem megmondjuk alázatosan, igen, szemünket behunyva, illetve meghajtva magunkat, és ugyanakkor meg nyitott szemekkel is. Adja az Úr, hogy ilyen üzenethordozókká váljunk, és azonnak gondja lesz majd erre, mert meg akarja tartani a népünket is, és használni akarja. Ha tájékozottak vagyunk egy kicsit is, nagy sebekkel fognak népdarabok, népközösségek, egy egész nagy nép maradni, amelyikben nekünk további borral és olajjal kell forgolódnunk, és adja az Úr, hogy minél kevesebb borral, ami csíp, és minél több olajjal, ami sebeket gyógyít és enyhít, forgolódjunk majd azokkal szemben, akiknek a magatartása akár ellenséges is, és akikkel szemben Isten minket mégis rendkívüli elkötelezettségben segítő testvérré kíván tenni. Ennél biztonságosabb bázisa, ami holnapunknak nincs, mint amikor az Úr nevében ellenségeinket szeretni kezdjük. Ez azt fejezi ki, mint amikor még ellenségei voltunk Istennek, Krisztus meghalt értünk.
Nagyon. Sietek, hogy mondjam csak, hogy ha nem élne bennünk már, mert hiszen annyi minden történik, hogy azért milyen örökséget hordoz a szövetségünk, csak gondoljátok el, és igazán azért is írtam le csak, hogy ne menjek a magam gondolataival jobbra vagy balra az időben, ugye, a 1926-os alapításkor, amikor született a Magyar Református Presbiteri Szövetség, dr. Baltazár Dezső, püspök Debrecenben, ugye, ő aztán utána ő volt a lelkészi elnök, világi elnök, Degenfeld József, aki egyébként a konventnek is világi elnöke volt, és aztán Csikes Sándor főtitkár, egyben ők mind az egyetemnek, a Debreceni Egyetemnek is alapító professzorai, püspökei és szolgálatai voltak. És akkor a későbbiekben ugye a lapnak a születésekor egyébként egy Diósgyőri konferencián 1929-ben, ugye, amikor születik, akkor szintén Baltazár Dezső a fő szerkesztő, aztán a felelős szerkesztő lesz majd Szabó Imre Esperes úr, Szabó István püspök úrnak a nagyapja, aki későbbiekben még elnöke is lesz majd egy időben, főtitkára és elnöke is egy időre a szövetségünknek. És aztán mind, hát a későbbiekben pedig szólhatunk még arról, hogy hogyan kapunk felhívást a konventen keresztül, az akkori időkben hogyan kapnak az egész magyar presbiteri közösség együttesét, szólítja meg a konvent, hogy mindenütt gyülekezetenként lépjen be a presbitérium a szövetségbe, olyan fontosnak látják a dolgokat. Ugye, az már egy külön kedves dolog, hogy egyebek között egy ideig maga Ravasz László püspök úr is főszerkesztője volt a lapnak. Tehát nagyon átérezték azt, amit Ravasz László püspök úr úgy fogalmazott akkor, hogy az egyházat misszióivá kell formálnunk, a missziót pedig egyháziasítanunk kell. Tehát megérezték azt, hogy határvonalakon vagyunk, ahol egyensúlyt kell találnunk, de ahol minden irányból valahol nagy odaszállással kell munkálnunk Isten országát. Ez maga is, ez a fél mondatom talán, hogy hordozza annak az üzenetét, hogy igen, még csak ne legyen ez botránkoztató, nem is az egyházban fogalmazódik meg mind az, amit Jézus Krisztus hozott, hanem a Márk evangélium a rögtön első verseiben már ott olvasjuk, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Az Isten országán belül kaptuk a rendkívüli helyet. Ott kaptuk az Isten fiúságot, ott kaptuk az Isten fiúságának a közösségét, ott kaptuk a mennyasszonyi csoportot, ott kaptuk azt, hogy amikor Pál akármiről beszél a házastársaknak a kedves kapcsolatán, hogy a bűn meg ne zavarja az ő ima közösségeiket, vigyázzanak majd, és aztán azt mondja, de én nem is őrolluk szólok, hanem a Krisztusról és az ő mennyasszonyáról szólok. Tehát tele van a szíve állandóan azzal, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig elhelyezett Isten ország keresztül benne bennünket, és nagyon kedves, nagy dolog egyébként, itt lévő kedves dr. Szilágyi Sándor testvérünk is, szintén elnök, főtitkár testvérünk is, ő pedig nagy odaadással, munkatársaival együtt egy nagyszerű kötetet formált a Presbiteri Szövetség 30 esztendeje címmel, amikben mind ezek ott találhatók, amikre én is utaltam, sőt, segítséget is kaptam, ismételtem, és még csak éppen a mostani időkre térve, hogy a szálak összeérjenek, hogy itt Debrecen, meg Budapest, meg Sárospatak, meg mind a dolgok pápáig egészen, hiszen kedves Balla Tibor testvérünk éppen majd pápán indul, meg pápához kötő a sok minden élethelyzet a későbbiekben. Tehát mind a négy egyház kerület erőteljesen érvényesítve és érvényesülve van, és elhíva van. Ugye akkor a 1990-es induláskor, igen, Tóth Károly püspök úr hát gondolt arra, hogy talán el kellene indulni. Tisztelettel kívánom megemlíteni az ő nevét. Nyilván sok minden jellemzi még ezt a korszakot akkor, és sokféle értelmezése van annak az időszaknak, de a tiszteletadáshoz tartozik, hogy megemlítsük, és azt is, hogy mondjam meg, hogy Tóth Károly püspök urat szeretett házunkban itt Budapesten, igen, hát ott ápolták, és az én
unoka öcsém ott nagyon elkötelezett lelki, de testi gondozója is a betegeknek. Tóth Károly püspök úr mondta, nézd, nem tudok mind együtt lenni már a régiekkel, kérlek, hogy tegezte engem, és én is hogy tegezzel. Akikkel meg kell némely dologban harcolnunk a harcunkat, azokkal is a későbbiekben viszont eljuttat odáig, hogy egymásra találunk a kegyelemben, a megbocsájtás rendkívüli ajándékában. Tehát másképp zárjuk le az egyház életén belül, és kell, hogy másképp zárjunk le minden feszült helyzetet, mint hogy a világ zárja le. Nem, ha mi indulatainknak kell végül diadalmaskodni, és nem mi vagyunk a győztesek, hanem az Úr, aki legyőzi bennünk, aki egyrészt gerjesztette, fenntartja bennünk a küzdelmet olyan helyzetekben, amiben kell, azokkal szemben, akikkel kell, de lehet, hogy ugyanazokkal szemben, ugyanolyan elkötelezetten kimunkálja bennünk a megbocsájtásnak, a jót remélésnek és a vigasztalásnak is az ajándékát. Ez egy más természetű törvényrendszer. Ez a Galata levél 5. részének a gyönyörű része, ami utána a test szörnyű cselekedeteit leírja Pál, utána a lélek gyümölcséről egyes számba veszi, de aztán sokat sorol föl. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Azt mondja, hogy erre nincs törvény, még senkit meg nem büntettek azért, mert átkot kér a másikra, senkit meg nem büntettek azért, mert hagyja megfulladni. Nem. Igen, egy más törvényrendszerben kell mozognunk, azért, mert más helyzetben vagyunk, azért, mert nem a földön fekvő, eltaposni való kicsi gyertyaszál vagyunk, hanem az Úr bennünket gyertyatartóba helyezett, és azt akarja, hogy mi népünk is megmaradjon a magát megdöbbentően elpusztító, és erre kész volt népünk, és ma sem vagyunk olyan nagyon biztonságos helyzetben. Testvéreim, nehéz kimondanunk, hogy 7 millióval lehetnénk többen, hogyha az Úrra figyeltünk volna. De most már hál' az Úrnak, hogy nem az ítéletre, és nem különösképpen valami lebontott ítélkezésre, hanem a vigasztalásra, az erősítésért vagyunk. Isten megépítheti a nemzetünket, Istenre figyelő néppé teheti, ébredéssel megajándékozhat. Ezek lelki folyamatok, amiért senkit nem lehet számon kérni, hogy miért nincsenek olyan erővel, ahogyan vágynánk. Senkit nem lehet elmarasztalni, senkit nem lehet megdicsérni és megemelni, amikor ezek valahol jelentkeznek Isten döntései maga sajátos formájában. Nos, csak éppen azért az újraindulásnak is a számait hagy mondjam. 1990-ben már mondottam püspök urat, aki annak idején ezt említésbe hozta, dr. Ritók Zsigmond elnök urat, aki egyébként épp a Schweizer Albertben, szintén az unoköcsémnek a gondozásában is van egy sérülés kapcsán, egy rehabilitációs folyamatban. Most szívünkben mind imádkozzunk is az ő gyógyulásáért is, és mindenkiért, aki itt van közöttünk, és aki a szívében sebeket hordoz, fájdalmakat, vagy a testében is, szabad hinnünk, hogy amíg az ígét szóljuk, addig Isten sok mindent cselekedhet csodálatosan. Emlékezzünk kedves Kovács Péter főtitkárunkra, az induláskor Balla Tibor kedves testvérünkre, aztán kedves Vándor Gyulára, akinek az énekeit énekelni szoktuk, kedves Pap Emil jogtanácsos testvérünkre, Csizmadia Gábor gazdasági elnökünkre, Nagy Lajos, igen, kedves testvérünkre, aki szintén az elnökségi tag volt. És aztán a későbbiekben majd Nagy Ferenc volt főrizségi miniszter testvérünkre, aki nagyon áldott szolgálatot végzett, egész haláláig küldve a leveleit is, aztán Balla Tibor, aztán magam is Isten kegyelméből a szeretet útján tényleg elviselhetővé váltam a testvérek szeretetén keresztül, és bocsássa meg az Úr mindazt, amit rosszul tettem. Filágyi Sándor testvérünkre végtelen
felelősség teljes, részletes, felelős munkájáért. Vicián Miklós mindketten doktorok is, hát ugyanebben a vonatkozásban kiemelt személyiségei az úrnak a közöttünk kialakult kapcsolatban, és kedves még Váci Gábort is, hogy említsem, aki titkára volt mindezekben az időkben a szövetségünknek, aki talán lehet, hogy még pár szóval is bele is fér, hogy ő majd köszöntse ezt az együttlétet, egy újabb munkakörre beosztást kapva, és munkáját végezve. Nos, talán akkor így jönnek ezek az alkalmak. Most aztán nagyon nagy gyorsan, hogy mondjam, mond a kedves elnök úr, hogy hát 90 év legyen 90 pont, és aztán hát 9 pont lett ebből, és mivel ez is elszaladna velem nagyon messzire, és elragadnának aztán azok, akik el akarnak vinni erre a már 4000 helyre befizetett kedves horvát fiatalokra, akik a maguk nagyon katolikus hátteréből vágynak arra, hogy egy eleven evangelizációs lelkületű hát együttlétben jelen lehessenek. Az első, talán a gyermekkorom, kedves szüleim, akik az Úrban voltak, már keresték az Urat, kívántak szolgálni. Isten úgy nevelte őket a találkozásuk előtt. Édesapám erős szociális érzékkel, angliai tanulmány útján tovább, hát növekedve a kegyelemben és a szociális felelősségben is. Édesanyám, aki árván végül diakonisza házban volt, Debrecenben akkor indult a Nagy István által munkált diakonisza otthon, később pedig Révész Imrének a diakoniszája lett, és Révész Imre lett aztán később szintén püspök is, egyetemi tanár is egyháztörténeti vonatkozásban, és aki őt megbízta azzal, hogy még az első világháború következményeiként a debreceni állomáson 100 meg 100 métereken ott állomásozó vagonokban lakó, szuper értelmes, intelligens erdélyi és minden más menekültek számára ne csak ennivalót, hanem még állásokat is próbáljon szerezni. Aztán mi átjöttek a későbbi lépésekkel már föl Miskolc mellé Helyő Csabára, és akkor elkezdődött megint már, én 33-ban születtem, ugye, és alig mire már jószerivel elemiskolás lettem volna, egyrészt egy gyógyíthatatlan betegség hát fogott meg, és úgy nézett ki, hogy azon keresztül az Úr haza is visz engem. Ennek talán egy mozzanatát, hogy mondjam már el, kedves Simmer, dr. Simmer Gusztáv professzor úr volt az, akinek 5 orvos professzor fia volt, és akinek az egyik fia pedig magyarosítással dr. Szent Ágotai professzor úr képpen a Tudományos Akadémiánknak is az elnök, a főtitkára lett, igen. És hát akkor ő volt az, aki lejárt Miskolcra az általa is alapított gyülekezethez, testvérgyülekezethez, ezek voltak az ő akkori kategóriái, amelyekben munkálkodott, és gyümölcsöt termett a munkája. És ez a gyülekezet nagyon szerette édesapámat, mert abban az időben a kis közösségek még hivatalból törvény szerint a történelmi egyházokban kellett, hogy az esküvőt megszenteltessék, megáldassák, ott legyen az esküvő. És ilyenkor időnként kaptak esetleg egy-egy kis számonkérést, ugye most jól vagyunk, jók vagyunk. Édesapám szeretettel ezen túllépett, még akár meg is eskedte őket. És most, amikor ilyen gyógyíthatatlan beteg voltam már, és el voltak már nagyon fáradva a szüleim, akkor mondták, megkeresték, hogy itt van a neves Simmer Gusztáv professzor úr, és az ő családja, mint hozzák be valahogy kézbe, mert már nem lehetett lépnem, járnom ezt a gyereket, 4-5 éves, 6. év felé lépegettem, és hogy lássa, professzor úr, mikor elmondták, édesapámnak mondta, most írtam könyvet, a dolgokról nem lehet gyógyítani, mondta, és annyit szoktam tenni, hogy imádkozom általában a betegeimért. Nem külön kézrátétellel, vagy sajátosan odaszánva magam, hanem úgy, ahogyan azt én a sok-sok szolgálat közben még tudom tenni. Ha mégis élne a gyermek, még lejövök újból, hogy a zsidó keresztény tagjait a gyülekezetnek, még mielőtt megindul a nagy írtás és pusztítás, még hagy öleljem, hagy imádkozzam velük. És aztán
három-négy hónap múlva visszavittek, és akkor azt mondta, hát ez nem is az a gyermek, ez egy erős gyermek. Hát az úr kedves ajándéka volt, szüleim elfáradva már, úgy imádkoztak akkor, hogy ők ezt aztán később elmondták, hogy uram, már elfáradtunk minden héten, édesapám vérén éltem, olyan arányú vérveszteségekben voltam. És hát azt mondták, hogy uram, akkor tartsd meg, és add vissza, hogy ha el tudod végezni benne, hogy engedd néked, amikor meghívod, elhívod, és neked kíván szolgálni akkor. Hát sokféle imádság tart mindnyájunkat, nemzedékekre visszamenőleg. Ki tudja, hogy hányan, mikor, hol imádkoztak értünk. Amikor édesanyám elmenőben volt, akkor nagyon szomorúan voltam. Testvéreim már családosak voltak, többnyire nekik talán már volt egy keretük, amiben tovább léptek, én nagyon, nagyon magamra maradtam akkor, és mondtam, édesanyám, ki lesz, aki már imádkozni fog értünk, és mondja, drága anyám, fiam, magázott édesanyám, nem is tudom miért, kicsit német nyelvű is volt, te vége, maga végzett szolgálja a teológiát, nem tudja, megvannak az igében, megvannak a ti imádságaitok én előttem. És tényleg van egy ilyen ige. És azért, amikor én már nem leszek itt, az Úr előtt ott lesznek azok, amiket én kértem, és majd a maga idejében és a maga módján végzi. Nos, ez a gyermekkornak kedves emlékes, aztán folytatódik nagyon gyorsan tovább, mégpedig úgy, hogy már is benne vagyunk a világháborúban, mégpedig úgy, hogy 1900, tehát 30, ugye 3, utána 6 év, az 39, közben ez a súlyos másfél-két éves ilyen haldoklásos időszak, utána nagyon gyorsan az első gimnázium év, még bársony sapka, bársony ilyen-olyan jelzések rajtunk, nagyon elegánsan kellett megjelenni a Miskolcon, úgy számon tartott, mint egy főgimnáziumban, református gimnáziumunkban. Igen, akinek az igazgatója, édesapámnak nagyon szoros kedves barátja is volt, és aztán alig fordul az óra, és már 44-ben német megszállásban vagyunk. Minden leállítva, mindenki menjen haza, itt a háború, majd megkezdődik a bombázás, épp az ő jelenlétük folytán, és meg aztán esztelen hadüzenetek folytán, és mindenképpen ebben voltunk, és meg kezdődik a menekülteknek, a bujdosóknak az áradata. És akkor így, talán egy mozzanatot csak ebből a korból még tele voltunk mind menekültekkel. De ott lett a német főhadiszállás is. És a főhadiszállásnak a helybeli parancsnoka ott ezrével voltak. Az egész környék hemzsegett a német katonáktól. Akkor hát ebben a helyzetben ők az irodát foglalták, de nem tudták, hogy csak egy ajtó választja el őket a menekültektől, üldözöttektől, halálra keresettektől, zsidós, más hátterű, szociális, nagyon becsületes akasztófa alól kilopott. Hát kedves Szalai tábornok követte ezt el, aki az ellenállásban dolgozott, már börtönből lopta ki, csak nem tudták, hova vigyék. És akkor ebben a helyzetben jött édesapám, és mondta, fiam, hát máskor azt szoktam számon kérni, miért nincs a kutya előtt víz? Miért nincs a baromfi előtt víz, fiam? De most többről van szó. Egy zsidó fiú menekült most újólag. Már tele vagyunk egészen. Letérgyepelt, szépet akart mondani, és azt mondta, nagy tiszteletű úr, azért mertem önhöz jönni. Ha engem megfognak, nincs tárgyalás, csak agyon lőnek, mert én már a munkás csoportból szöktem meg. De azért mertem, mert azt mondták, hogy ön nem csak pap, hanem ember is. Fordítva kellett volna, hogy mondja ezt az udvarlós, kedves szót, de nyilvánvaló, hogy így jött, és talán fogadjuk el, hogy nem volt, hát nagyon hangosan ismert az, hogy ezt a szolgálatot mondjuk kockázataival együtt mindenki vállalta, bár hála Istennek azért nagyon sokan az Úrra figyelve voltak ebben a lehetetlen helyzetben is segítőleg. És akkor azt mondta, akármilyen megbecsült az édesanyád, azért, mert a német beszéde tiszta, nem csak egy sváb beszéd, hanem egy tiszta német beszéd, de,
gyermekből, gyermekkorból hozva, árva gyermekkorból hozva, ahogy nevelték, hanem azért, mert elrejtettük valahol, elrejtjük, de mi nem járhatunk ennyi tömeg német között étellel, tüzeléssel. Te 10 éves vagy, te már tudsz tüzet rakni. Tudod a rossz bútorokból összerakni az ágyat valahogy, a fekvőhelyet. Aztán reggel szétdobálni, hogyha valaki belép, megint csak azt lássa, hogy ott egy rossz raktár épület van, és mindent kioltani. És akkor úgy éreztem, hogy felnőtté váltam, és ma is hallom a hangját. Állt felettem a nagy 180 centis születésemkor is kicsi voltam, és később is az maradtam. Hogy tudsz te tüzet rakni? Hogy tudsz te? Én nem tudnék. Valahol a 6. emeleten egy nagyon gazdag családnak a fia volt, és hát nyilván ő nem tanult tüzet rakni. Nos, Isten adott ilyen helyzeteket, és aztán mentünk tovább. Ugye akkor aztán jött a gimnázium év, és egyre inkább átestünk az államosításon. Ez pillanatok alatt történt. Országosan megbecsült igazgatónk. Bementek hozzám, vagy 2 rendőr, vagy 3 hivatalos személy még. Kérem, igazgató úr, nem is igen volt már úr sem a megszólítás. Álljon föl, hagyjon ott mindent, a kalapját vehetni és a kabátját, és kérem, hagyja el ezt az irodát. És aztán jöttek a további nehézségek, ugye. De még közben persze meg is érkezett most már a váltásban a német birodalmi hadsereg után, megérkezett a szovjet birodalmi hadsereg, és megindult mindennek az elpusztulása, elvesztése gyorsan, így aztán vagy 3 évig, 4 évig én is mezitláb jártam a gimnáziumba, mikor még nem volt leváltva igazgatóm, nézett rám, és úgy visszagondolva az édesapámmal való barátságra, fiam, meg vagyok döbbenve, és mondtam, ne tessék igazgató úr, nem fázik a talpam, jó, erős már a talpam. Mosolyogtam, és ő csak csodálkozott rajta, hogy mi tudunk mosolyogni, hála Istennek, az élet élni akar, mindenkor Isten gondolata szerint. Nos, így mentek a dolgok, persze, hogy átéltük az értékpusztulásnak, spusztításnak a mozzanatait. Kedves vallástanárunk, akiről most azóta a volt diákjainak a kérésére Balázs Győző teret nevesítettek Miskolcon, és Balázs Győző református gimnázium lett Miskolcon az ő neve után. És mi láttuk őt, ugyancsak a nagy tekintélye, nagy szeretet, hát bomba volt ő az iskolában, mindenkinek, hát a segítője, a tanári karban mindenkiért, hát a közben járó szerepet betöltve szinte lélek szerint. És most azt mondta, kérem, ha itt akar maradni, itt van ez a vas puttony, ebben, mivel tűzrakásos az iskola, a hamut hordhatja ki. És ő ott maradt, és a szemünk láttára hordta a hamut az a vallástanárunk, aki nagyon nagy tiszteletben, nagy megbecsülésben volt. Most láttuk, hogy ezt teszi, óriási dolog volt. Isten megválaszolta az ő alázatát egy térrel is, egy gimnázium nevével is, és aztán hiszem, hogy ennél sokkal többel, az örök élet ajándékával. Nos, ezek is mind mentek, és aztán jött a nyár, egyre inkább már munkába, rendkívüli dolgozni akarás volt bennünk, csak hogy munkába mehessünk, 14 éves még nem voltam, mondta kedves Sinyei bácsi mester, fiam, nem jöhetsz a könyves munkára hozzám, mert ez nem gyereknek való. Egy malteros láddal 60-70 kiló, ha meg kell emelni 2 embernek. És mondtam, Sinyei bácsi, ha bele fogok halni, akkor se hagyom Sinyei bácsit magára, mert mondta, magamra fogsz adni, amikor már nem találok munkást. Isten kegyelméből szeptemberre már a cserepet raktunk egy épületre föl, amikor már iskolába kellett menni. Attól kezdve minden nyáron, kőbányában, aztán kőművesek között, aztán az épülő szemengyárban, és mindegy dolgoztunk. Tehát nem volt, gondolatunkban se volt, hogy vakációra menni, mert 7-én záródott mindig az év, június 7, 8-ára már mi boldogok voltunk, meg volt a helyünk már, és mentünk dolgozni.
12 órával kezdtem az első munkahelyem reggel 5-től este 5-ig, édesapám 3:30-kor költött, mert 4-kor kellett indulni a szomszédfaluba. Már a segéd ott volt, már kiabált, Malter, már késtek, miért nem jössz hamarabb egy kicsikét, már dolgozni akarni, fel kell a Malter, huncut dolog, amikor ott hagyjuk, akkor még mindig folyok minden, és aztán ott hagyjuk egy éjszakára, úgy leül, és tiszta a víz felette, hogy inni lehetne belőle, azt föl kell újból vágni, kezdeni kell a dolgot a kezdeténél újból. Nos, ez is volt. És akkor Isten kegyelméből az érettségi. Persze aztán kaptam olyan válaszokat a minisztériumból. Ajánljuk önnek, hogy fizikai munkával építse a szocializmus, ne fárassza tovább a intézetünket a különböző kérelmekkel. Szerettem volna orvos lenni egyebek között. De már édesapámnak is menni kellett az evangéliumi szolgálatokért onnan. És elkezdődött, hát egy nehezebb időszak, és Isten kegyelméből, kedves pásztor Gyuszi testvérem, édesapján keresztül, Danikának hívott kedvesen. Danikám, tudom, hogy hitben nem idegen tőled az evangélium. Gyere el, ha most nem kaptál másfelé, gyere akkor el, menjünk együtt. Elmentünk együtt, és ma is hordozom meleg szavainak kedves hát érintését, és az ő imádkozó, megszentelt, szentségi életét, ahogy azt ugyanúgy tapasztalom, és látom az ő drága fiának is, és családjának az életében. Nos, ez volt, és akkor, hát, mind mentünk, és akkor a érettség után mentem, és villanyszerelő szakmát tanultam, és akkor már a teológiáról visszajártam, akkor már a cementgyárat már indítottuk, és akkor ott munkálkodhattunk, és hát ma is alig akarom elhinni, hogy éjszakánként ketten-hárman akkora villanymotorokat, mint ez, indítottunk be, hogy ezt a nagy hatalmas malmot tele fejnagyságú ezrével, golyókkal még törte, zúzta a követ, a homokot, mint hogy aztán volt szementpor legyen, lett is belőle akkora. Tiszta, hát porban éltünk, dolgoztunk az akkori technikai lehetőségeimben. De minden nyáron visszamehettem, és minden nyáron egy testvéri kör fogadott, gyere, megvan a táskád is, eltettük, szerszámaid megvannak, minden, nem volt technikai robbanás, és Isten mindig adott valami újabb, meg újabb szolgálatot. Tehát ebből kimaradt persze megint a teológus időszakban és a vakáció, vagy egyéb, de az Úr nem azt szánta, hanem sok-sok tennivaló szárt, és akkor eljött az idő, amikor már a teológián, ugye, ott is voltunk, egy sziget volt először, egy védő közösség, amelyik megvédett, de egyre inkább megjelentek a jelei annak, hogy a dolgok súlyosbodnak. És így történt, hogy a húgom, nővérem észrevette, hogy osztálytársait hozza be a rendőr, mert nagy járvány van a hortobágyi lágerből. Tőlünk is a parókiáról vittek el konkrétan hát családokat, akiket már korábban kitettek, és ott mentettük már őket, és onnan vitték el Hortobágyra, és aztán próbáltunk nekik valahogy becsempészni valamit. A rendőr leült lent, a rendőr csapat a váróteremben, az orvosi váróteremben, STK-nak hívtuk akkor, és aztán felküldték a betegeket vizsgálatra, nem tudták, hogy hátul megvan hátsó lejárat. Mikor ez kiderült, hogy mi ott foglalkozunk, egyre többen akartak bejönni, amikor fertőzés volt. Mi ellopogattuk őket, megetettük, a kedves nővérem is vitték a többieket kicsit megmosdatni, megfürdetni, és egyéb, és hát egyre inkább elköteleződtem, de tudtam, hogy ez kevés. Ott még kell, hogy legyenek mások, és ott vannak egyetemista fiatalok ki, emelve az egyetemről. És arra kaptam Istentől indítást, hogy azt mondta Dávid, hogy Uram, veled kőfalon is átugrom. Hát a Hortobágyon nincs kőfal, igaz, hogy a lovas rendőrökkel, a lovas államvédelmiség járták körbe, de Isten megbátorított, és volt, amikor egész nap csak imádkoztam ott az apró kis vasúti átfutások alatt, kis hillások alatt, de aztán be tudtam jutni, megáldott ezeket az alkalmakat. Egyszer aztán már egy egyébként nálam százszor külön hitben lévő is, és minden tekintetben, de diák vezető volt, és aztán azt mondtam, Dani, hallom, hogy te őrültségeket csinálsz. Hát képzeld el, meg fognak fogni, és ki fog derülni, hogy ilyen szörnyű bűnözők vannak itt a teológiánkon, és ebből egy nagy gyalázat lesz. Mondtam neki, én az Úrnál van, azért nem is mondom a nevét, mert nálam mélyebben volt, csak nem kapta ezt. Egyikünk ezt kapta, másik azt kapta. Én ezt kaptam. És azt mondtam, nézd, ha megfognak, nem az lesz a szégyen, hogy engem megfogtak, az lesz a szégyen,
szégyen, hogy miért csak egyedül vagyok. Miért nem vagy te is én velem? Az lesz a szégyen majd akkor. Hát valahol így bátorítgattuk egymást. Nos, egyre inkább nehezettek a dolgok, és egyre inkább megtapasztaltuk, hogy igen, hát idegen szelek is erősen befújnak már ennek az intézetnek a lelki világába, ahol kiváló életek voltak, és mindenkire egyformán nagy háladással és nagy szeretettel emlékszem, és mindenkin keresztül kaptam, és akik a leginkább bántottak a végén, a legtöbbet rajtuk keresztül kaptam, egy életutat, egy új élethelyzetet, nem azt akarták, de az Úr így adta akkor mégis az ő kezükön keresztül. Így volt, hogy megszentelt életű lelkipásztorokat kezdtek nagyon erősen bántani, mentünk bele a forradalomba, már ugyan, de ez akkor is csak folyt, aztán a forradalom után még folytatódott. A forradalomban bent Pesten halottakat vittünk haza, halott egyetemistákat, autó, nyitott autóval, és aztán még sok mindent tehettünk, amit az Úr kedvesen elkészített, hogy másoknak gyógyulást, örömet szerezzünk. És aztán így adódott az is, hogy aztán végül, hát utána is folytatódott ugye a megtorlás útján is tovább a bántása értékes életeknek, és Isten arra készített, hogy én szóljak emellett. És egy férfiú, aki meghatározó személyiség volt, egyértelműen azt mondta, hogy meg van döbbenve, mondta ezt egy záró vizsga alkalmával, hát meg van döbbenve, hogy hogy kerülhettünk mi olyan személyek befolyása alá, akik saját maguknak, családjuknak, gyülekezetüknek, egyházunknak, népünknek szégyené váltak. Hogyan, hol romlott meg, hogy nem vették észre, hogy mi így megrontottunk ezek által. Fekete Péter, kedves Tibor, és mind a Betánia Egyletnek a nagyon vezető, felelős személyiség, kiváló professzorok által utódként kigondolt személyiségek, Isten sokféle áldását hordozók mellett szólogattunk. És akkor, amikor ez elhangzott, én nekem egyébként valamilyen mások kapcsán, amiben segíteni tudtam valakiknek, jelentősen még egy ösztöndíjjelölés is már készen volt, de éreztem, hogy most szólni kell, és mondtam, hogy meggyőződéssel, tisztelettel ugyan, de meg kell mondanom, ez a jellemzés, ez a megállapítás vissza fog újból hullani, mint ahogyan Isten a forradalomban is elmarasztalt minket azokért a dolgokért, amiben nem engedtünk az Úrnak a evangélium, mint egy sui generis belső törvényei szerint állított meg az Úr bennünket, és félek, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor amit most hallottam, önre is vissza fog hullani, hogy szégyenére lesz magának, családjának, gyülekezetnek, egyházunknak és népünknek. Ez nagyon sok volt. Nos, nyilván ennek az útján aztán még voltak további hát reménységek is átmenetileg felénk, de aztán első vizsgai feladat Luther, illetve Walter Lüthiről, egy kiváló svájci igéretű volt, aki egész világviszonylatban a német őrültségekkel szemben, a náci világgal szemben hatalmas erővel szolgált. Ugye, és aztán mások, később Arany János etikája, ezek a dolgozatok jelentek meg. Ezek persze mind bűnügyként jelentek meg az én írásaimként már, és azért nem kerültem börtönbe, mert Isten kedvesen emlékszik biztosan erre, hogy kedves Tóth, hát Endre professzor úr, dékán úr, mikor belenézett az én dolgozatomban, még a minősítése már az volt, hogy ez semmi más, mint a teljes szembenállás, mint a teljes forradalmi a légkör a dolgoknak, mint egyházi vezetőnkkel szemben értetlenség és minden egyéb, és hát nem maradhatok tovább. Igen, akkor hát elfogadtuk ezt, és elmentünk, eljöttünk, de Bandi bácsi meg ellopta ezt a dolgozatot, és csak később, évek múltán adta vissza, mondta, hogy nem akartam, hogy agyonverjenek a börtönbe, meg sok minden más még ne, hát azért elloptam akkor, hát az Úr áldja meg az ő emlékét is ebben. És aztán társaimmal együtt hárman voltunk, kell, hogy a két nevet említsen, Fekete Szűz Gyuszi, országos orgona tehetség volt, zseniális szinten,
Irlanda Sándor, akinek a sógora volt később a debreceni teológia Héber professzora, a fia pedig a budapesti teológia Héber professzora, most is az unokaöccse, Pap László volt az ő nagybátyja, a nagyon-nagyon exponál személyé vált. Nos, ezek is megvoltak, és akkor ezzel együtt hát eljöttünk, és aztán sok nehéz dolog történt. Szállodába kerültem, és aztán ott dolgoztam, de közben biztosítottak, hogy éhen fogok halni, és aztán kezdődtek a beépítési szándékok. Az Úr kegyelme volt, hogy ez nem lett teljessé. Amikor Kósa professzor úr, aki ezzel foglalkozott, még más is, megtalálták a 100 oldalnyi anyagomat a 3x3-osban, azt mondta, hogy hát Dani, meg voltam döbben, vagy neked ennyi anyagod van a 3x3, de amikor a szemüveget föltettem, és látom, hogy sikertelen beépítési kísérlet, és a 100 oldalon Istennek tetszett, hogy leírja valaki végig, kellett, hogy összegezze oldalszám, lapszám szerint, tartalom szerint, hogy hogyan erősítették az anyagokat, hogyan szorítottak tovább, hogyan ígértek tovább, hogyan egészen a külföldi diplomáciai szolgálatig, aztán meg a börtönig a másik oldalon, és mindezek a dolgokkal egy. Az Úr megőrizte, de megőrzött engem is ezekben. Nos, az Úr még tovább ment ebben a dologban, és aztán ebből persze lett, amikor ők nem tudtak engem ebben beépíteni, ebből lett a 2 éves vályogvetés rendőri felügyelet mellett. De az Úrnak kellett, hogy nekem egy erkölcsi tőkét gyűjtsön, hogy tudjak majd később, tudjak az ellenségeinkkel szemben is testvérileg mozdulni. Az tőkére van szükség, hogyha ha szerettük az akkori ellenséget, akkor nem szólhatunk most mellette, mert gyanúsak lettünk. De hogyha szemben álltunk, akkor az Úr kezdi készíteni azt, hogy most nem én, nem, hanem egy egész világ birodalom mozgásával egy új helyzetet terem. És így történt, hogy aztán szállodai évek, 32 év persze elment. Az volt az ige, vesd a vízre a te kenyeredet, és sok nap múlva megtalálom azt. A nagyszorosságban az Ézsaiásból 41 volt az, hogy ne félj, férgecske Jákob, én fogom a te jobb kezedet, ne félj, keresni fogod, akik veled perlekednek, nem fogod találni. De azért kerestem őket, és a zsinatnak az elnökségi köréből hallottam, hogy az én hát embertársam, aki azt mondta, hogy még formálisan, még egy mi atyánkot sem kezdhettek el a refegyház keretei között, soha semmit. És aztán hallottam, hogy gyengélkedik, nagyon Isten adta, hogy vágyjak és megkeressem, és megtaláltam. Testvéreim, ez egy legfontosabb dolog talán, amit elmondok. Gondoljátok el, Isten nagyobb a mi szívünknél, és miközben egy adott helyzetben engedi, sőt elvárja, hogy szemben álljunk abban, ami nem evangélium szerint van. De amikor ő azokat, akik ebben szerepeltek, az ő lelke folytán elkezdi szintén formálni, átalakítja, mert maga elé fogja állítani, és ezek az életek mélyen hitben is voltak, csak valahol a kis ujjukat mutatták egy nagyon nagy erő felé, és nem gondolták, hogy nem tudják szabályozni tovább a besodródását ebbe az óriási áramlatba. Tehát amikor ez történt, és megláttam őt a tolókocsiban ülni, egy nagy szál férfiúra kell gondolni, egy nagyon tekintélyes személyiségre, és akkor, ugye, aki egészen a politikai csúcson is harmad-negyed magával állt már akkor, akár egy házi képviseletben, és akkor megdöbbentem, hogy hogy lesz ilyen kicsi az ember. De amikor szembe álltam vele, néztem, akkor megdöbbentem, hogy lesz ez a nagyon kemény arc, hogy lesz ilyen szelíd, hogy lesz ilyen szép, drága Úr Jézus. Atyám, én itt nem csak egy beteg látogató helyen vagyok, hanem a te műhelyedben vagyok. Ő mélyen néked szolgált korábban, és ismerték, áldásokat hordozott, te készíted a hazamenetelre, őrizd meg, nehogy én valami meggondolatlan mondatommal bele kontárkodjam a te csodálatos munkádban. Láttam őt nagyon szépnek, láttam nagyon az Úrtól formált, sugárzó arcúnak, és közben kedves feleség elében jött, és
Már kértem, nagyon kérem, főgondnok úr, nagyon kérem, vegye figyelembe, nagyon súlyos beteg a férjem. De akkor az úr már figyelembe vette, és bennem olyan szeretetet adott, nem vagyok egy jó fiú, nem vagyok egy úri gyerek, nem azért, mert ezt nevelésben kaptam, nem tudom meg, mintha édes apámhoz mentem volna, aki egyébként az életemet vágta ketté, és a rendőrkézre kerültem a végén minden. De most azt éreztem csak, hogy valamit kapok most, amit ajándékba adtál. Ő azt mondta, hogy életre vagyok ítélve. És én mondtam, hogy nem csak vesznek a dolgok, hanem meg is maradtak, és idéztem az értékeket, amik maradandóak lettek, és voltak, és vigasztalgattam, és kértem, hogy legyen jó bizalommal, mert az úr őrizni fogja majd azt. Ha máson nem rajtam keresztül, biztos, de másokon át is, más a nagy kommentársorozatot, és minden egyebet. És akkor mondtam, hogy imádkozzunk, mondta korábban, hogy nem szabad még mi atyánkot sem, úr imádságos, de most mondta, hogy igen. És akkor így történt, hogy mondta, tudod, a betegségem miatt nehezen fogalmazom, kérlek, te vezess minket feleségemmel együtt az imádságban. Nagyon kértem az ott, alázni, segíts magamat megalázni, uram, nehogy higgyek valamit magamról. És akkor imádkoztunk, meghajtottam magam, és mondta, gyere közelebb, fiam, az egyik karom még mozog, meg akarlak ölelni. És aztán gyere közelebb, meg akarlak csókolni. És amikor eljöttem, vagy két nap múlva kaptam egy levelet, édes fiam, feleségének diktálta. Testvéreim, a mi harcainknak másúgy kell végződni, mint ennek a világnak a harcainak. Másképp kell, hogy megjelenjen az, hogy én is kegyelemből vagyok. Az, hogy igen, nagyobb az Úr a mi szívünknél. Igen, harcokra hívott az Úr, aztán meg gyógyításra hívott. És ezt nem lehet fölcserélni. Nem lehet akkor, amikor nem szabad, akkor törleszkedni. Amikor azt kell mondani, hogy ebből tragédia lesz. És nem szabad akkor kegyetlenkedni, és akkor a magunk igazával lépni. Amikor az Úr maga valakit nagyon összetört, de nagyon készíti maga elé, megszépíti, és láttatja azt, hogy az ő kezében van, akkor nagyon meg kell alázkodnunk, és átéleznünk. Uram, nem a bor után kapkodok, hogy azzal a csípős, marós fertőtlenítővel mossam ki. Nem, az olaj után akarja az Úr, hogy nyúljak, hogy azt bekenjük, hogy azzal vigasztaljuk, hogy erősítsük. Nem dőlt minden össze. Majd az Úr emlékezik Munkácson is, ahol segédlelkészetet lenni, Erdélyben is. Mai napig emlékeznek a szép szolgálatokra, és mind annyian mások is. Így vagyunk. Az idő nagyon eltelt, és ott mondjam aztán, hogy igen, nem minden fér bele a dolgokba már, csak éppen a legfontosabbakat akkor egy-két percben, hogy ez a szállodai munka is persze, nagyon jó volt arra, hogy közben Erdélyt járjuk, Kárpátalját járjuk, jó volt arra, hogy aztán, amikor a változás jött, mi már otthon legyünk ezekben a világokban, még a zsinat nagyon tájékozatlan volt, de már évtizednyi idő óta otthon voltunk ezekben, különböző szinten, szálon és egyéb, és akkor elindult az iskola alapítás, akkor az Úr ránk bízta, akkor hirtelenében, emlékszem, a munkahelyemre jött egy levél, hogy főtiszteletű Szabó Dániel munkatársam, Dani, valaki viccel bele, már nézd már, milyen címeket írtak neked oda. Kiderült, hogy nem is tudtam jószerével, csak állítólag valamire rábólintottam egy telefonbeszélgetésben, hogy megválasztottak főgondoknak és egyébnek, de minden esetre beleestünk a munkákba. Nagy dolog volt, hogy tudtam, hogy ez egy tiszteletbeli állás, és elkötelezettem magam az Úrral. Én egy fillért ezért, amit itt teszek, amíg leszek, később 12 éve, egy forintot nem akarok elfogadni. Nem akarom megváltoztatni. Ez egy Ehramt, ahogy a német mondja. Tiszteletbeli állás. Azért azt csak akarom, hogy az Úrnak csak az, és a munkatársi köröm is mindenféle, volt benne amerikai, volt benne kedves orosz tolmácsnőnk, akivel az orosz gyülekezeteket látogattuk, aki megmaradt ebben a közösségben maga is, azokat a kapcsolatokat is próbáltuk továbbépíteni, és miért ne találjuk majd meg újból.
Azért, mert az Úr ebben is fölé emel annak, ami most rosszul történik. Nekünk az Úrban kell tájékozódni, nekünk kell látnunk abban a világban is Isten munkáját, Isten gyermekeit, és az Úrnak az üzenetét afelé a nép felé, és a másik oldal felé is kell látni. Mi nem jobbra vagy balra, hanem Isten kegyelméből fentről, de egészen lent közöttük, hogyha kell, akkor mozdulhatunk és tehetjük a dolgunkat. Isten ezt is el fogja hozni. Nos, akkor még ha szabad csak annyit mondani, hogy igen, hát közben ugye mind ezekkel együtt megszületik a teológia is ilyen értelemben, és hogyan csak a visszakapcsolás. Isten előtt minden számon van tartva. A kerület megbízott a végén, mert a kerület vonakodott ezt a teológiai nyitást ilyen gyorsan csinálni, és mondták, hogy akkor még van 2 hónap a nyitásig, vagy 1,5 hónap, szedjem össze a diákokat, szedjem össze akkor az, valahol találjak helyet az épülethez, találjunk a tanárikat, gyűjtsük össze, és végül pedig még pénzt is találjak valahol. Na hát, akkor 7 millió forintot kaptam végül, mert nem volt sehol se fekvőhely, semmi az égvilág. Hát, és közben egy vállalat, a nevét nem is mondom talán, árulta maga épületét, vagy 15 millió forintért. És már sokszor voltam, és azt mondta az igazgató, főgondnok úr, ne haragudjon, értse meg, nem adjuk olcsóban. Igen, 15 millió forint, vagy 16 is talán még volt. Igen, önnek van 7 millió forintja, próbálja kiegészíteni, már ne terheljen minket. És ebben között egyik napról a másik, egy hölgy, Sárospatakon, azt mondja, főgondnok úr, én ismerem önt, ön nem ismer engem. Megtenné, hogy ide a kapu alá bekísérne engem? Mondom, tessék, mivel segíthetek? Ilyen szállodai portási gesztussal gondoltam, csomagot kell vinni, vagy akármit, majd valami tennivalóm lesz, és mondom, mivel segíthetek? Kérem, az én unoköcsém az egyetemről kizárva, egy gentri fiúként a Hortobágyon vergődött, és neki óriási dolog volt, hogy őt egy teológus diák beszökik oda, és fölkeresi, és visz neki valamit. Egy nagy lelki segítség, és én azóta vágyom arra, hogy tudom én ezt megköszönni önnek. Hát mondom, hát ezen nincs is mit megköszönni, hála Isten, hogy tehettem ezt, persze a neveket is tudnám mondani, de nem volna bős dolog. És mondom, mégis mi a gondolatok? Kérem, abban a helyzetben vagyok, hogy tájékoztathatom önt, hogy olyan anyagi helyzetben vagyunk, a 7 millió forintot is el fogjuk fogadni. Tessék, maradjon, és tudom, néhány napon belül el fogjuk fogadni, és odaadjuk az épületet azért is. És mondom, de asszonyom, hát ennek következményei lehetnek. És akkor elmondta, nem tudom, vágytam rá, hogy megköszönjem, jól vagy rosszul, de a szívemben volt, ön az én unoköcsémet lelkiekben a Hortobágyon vigasztalta. A végén 10 millió forintot kaptam az úrtól, az lett a 15 millió forintosból 7 millió forintért, vagy valamiért egy ott. Istennél össze vannak kötve a dolgok, és ezekben soha nem mi leszünk nagyobbak, hanem mindig kisebbek leszünk, és az Úr fog növekedni ezekben a dolgokban. És hát már nincs is több időre, hogy még mit mondjak, csak éppen talán a záró mondatokat akkor. Az, hogy közben ugye az egész világon nagyon nagy mozgás kezdődött, mert minden felborulás után a világon, Isten országon növekedése születik, ez megmagyarázhatatlan. Kedves Grendrepici amerikai professzor, akinek mindenese voltam aztán, amikor itt munkálkodtak a teológia nyitása körül, ők is, hát ő mondta, hogy hát Dani, ne felejtsd el, a világ káoszon mindig alkalom arra, hogy Isten országa növekedjék. És mi történt? Óriási mozgás volt. Egyebek között Lozánban, svájci város, Billy Graham 3000 evangélistát gyűjtött össze 1947-ben, 74-ben, azért, hogy a befejezetlen munkáját a evangelizációs szolgálatnak az egész világon próbáljuk befejezni, hogy mindenütt hangozzék az evangélium.
És akkor aztán ilyen nagy konferenciák lettek. Ott, ahol az evangélium még nem jelent meg, Fülöp-szigeteken, ilyen 6000-es konferenciák voltak mind. És oda szálltunk ki. Akkor aztán bent Ázsiában, belső Ázsiában, a harmadik Fokföldön, Afrikában, és mindenütt akkor egész nagy környéket, olyan föl résznyi területeket megszólítva ment a 6000 ott lévő vendégként, szolgáló közösségként fogadtuk a még plusz 6000-ekkel érkezőket ezeken az adott helyeken. Tehát egy nagy mozgás volt, és akkor ezekben minden valahol látható volt, hogy az Úrnak a munkája növekszik ezen a világon. Testvérim, más-más csatornákban fogadjuk el, hogy sokféle csatornában munkálkodik az Úr, és vannak, amelyek már ismertek számunkra, és amelyek ismeretlenek. Most ugye ebben a ukrán világban, hát Isten kegyelméből májustól novemberig, amíg az útlevél hát még érvényben volt, egy munkatársam együtt, itt is van kedves Horváth István, az Allianznak a főtitkár, egyébként kettesbe jártunk, és hát 300 mázsa élelmiszert vittünk át. Ölelgettem a sok-sok, a mi kollégiumaiukban laktak, mint amit kedves Balogh Zoltán miniszter úrnak a sokféle, akkor még miniszterként támogatásából építettünk új nagy kollégiumi egységeket fürdőszobákkal, és aztán mint tornateremmel, minden egyébbel. És hát ezekben laktak ott, ezekben voltak, és imádkozgattunk. Nem is tudtunk egymás szavaival lenni, de tudták, ők is tették össze a kezüket, mint persze rengeteg tolmás a magyar népünk is oda-vissza, sok mindent ért és tud, ugye. És akkor ezek között voltunk, és ezek között adott az Úr sokféle szolgálatot számunkra, és akkor ebben éreztük azt, hogy itt még nagyon sok minden lesz. Itt, amikor befejeződnek a dolgok, elmondtam kedves püspök úrnak, hogy 1300 nagy gyülekezet van Ukrajnában. Elmondtam, hogy az adatok szerint 28%-a, 30%-a protestáns az ukrán népnek. Csak neoprotestáns, beszivárogtak. Ahova mi nem tudtunk bejutni, ők beszivárogtak oda. 10 000-nyi tagja a közösségnek, Biblia iskolán esett át a változások után. Tehát nagyon nyitottak evangéliumilag. És mondtam, püspök úr, hogyha majd megyünk, minden a porba lesz, már ott van, de akkor majd ezt a nem föltétlen baráti magatartáson épet, most is a törvényt mondogatják, hogy szeptembertől már csak ukránul lehet tanítani, miközben mi a menekült gyerekeket itt tanítjuk ukránul. Na de ez legyen az Úrnál. Ezek az Úr kezében vannak. A fontos az, hogy mi az ellenségeinkkel teljes szívvel törekedjünk jót cselekedni, és mondjuk azt is, hogy igen, ott vannak az orosz világban is a református testvéreink, akiket én mind végiglátogattam, elhoztam őket Magyarországra, delegatíve is, igen, Szentpétervárban, Moszkváról, Tverből, Omszkból, mind, és aztán Sárospatakon nagy konferenciát rendeztünk, átkerültünk Debrecenbe, püspök úrnak az otthonában volt a vacsora az ukrán, az orosz delegációval. Kedves Balogh Zoltán testvérünk akkor tanácsadó volt, bevitt a parlamentbe őket, és kedvesen bánt velük, és mind vittük sorra őket. Ezek mind ott vannak az Úr előtt. Mi nem fogjuk megtagadni azért, mert most egy tragédiában vannak, egy szomorú állapotban vannak. Jobbról is balról kell szolgálnunk a világ nyomorúságai közepette, és el fog juttatni az Úr, ha a Hortobágyba bevitt, akkor el fog juttatni megint nehezebb helyekre is, de kell, hogy szeressük, kell, hogy higgyük, hogy az Úr nevében mozgunk majd, amikor erről szó van. Gyertyába, gyertyatartóba, tehát nép vagyunk. Igen, és kell, hogy azok legyünk. Tudjuk magunkról, hogy milyen pislákolóak vagyunk. De tudjuk az igét, hogy a pislákoló gyertya velet nem oltja ki. És a nemzet megmaradhat bennünk. A nemzet. És itt az ideje is, hogy szóljunk már erőteljesen, zsinati szinten. És ebben a presbiteri szövetség hiszem, hogy nem csak magát építi. Nagyon boldog voltam az egyébként a ébredési vonalhoz tartozó húgom, akinek 17 gyermeke volt, és most Isten kegyelméből már 70 unokája van, mert közben 10 cigány gyermeket is fölneveltek, a többi meg már dédunoka, a 46 természetes unoka, 10 cigány
gyermek, és aztán még, utána még a dédunokák, ők mondták, Dani, a Berekfürdőjén új dolog volt, hogy ott voltunk, de nagyon szépen volt egyébként rendezve az elnök úr által, a Bor Imre elnök úr által, és nagyon lelki módon volt. Úgyhogy úgy éreztük, hogy egy épületes alkalmon vagyunk, mint valamikori nagy ébredési betánista hátterű közösség. Nagyon hálás voltam érte az úrnak, és vagyok most is. Adja az úr, hogy mi valóban hordozni tudjunk, és itt az ideje, hogy most már elkenjek, menjek, mert ide kiabálnak a testvéreim, vagy ide szólnak, hogy fejezzem be. Adja az úr, hogy valóban leborulva, de nyitott szemekkel tudjunk látásokat továbbadni, tudjunk megerősíteni szent vonalakat, tudjuk hinni, hogy nem a megmaradásunkért, hanem Isten országa növekedéséért vagyunk jelen ebben a földben. A megmaradásunkról az Úr fog gondoskodni. Az az ő dolga. Aztán, hogyha, ahogy mondta, így Sidrák, Misák, Abednégő, és ha nem tenné is, akkor is, akkor sem fogjuk elveszíteni azt, amit látásban kaptunk. Hogyha ennek, ha pesd a vízre a kenyeredet sok nap múlva, ha 40, ha 32 esztendeig majd a rendőrség is rángat, meg mindenki más, te meg közben boldogan viheted a csomagjait a vendégnek, meg mindenki másnak is. Tehát az Úr kegyelméből nem akármire hivattunk, nem akármire hivatott ez a szövetség, és egyetlen szövetség sem, egyetlen olyan egység sem, ahol ketten vagy hárman az Úr nevében imádkoznak. Ők nemzet megtartó erő és gyertya tartóba állított fény. Ennyit kell, hogy ebben erősítsük egymást. Köszönöm szépen, hogy türelmetek volt, elmondhattam mind ezeket Isten gondolata szerint, és na, itt van valaki a családi kapcsolatunkból, aki csak egy egészen rövid kis éneket szeretne elénekelni az én szeretett versemből, vagy énekemből a tavasszal kapcsolatosan. Tavas suhan a fák között, körülöttem csend egészen, szívem is csendbe öltözött, a csillagokat nézem. Sok százezer fény éveken szalad le fényük végig. Egy pillanat s tekintetem felemeli az égig. Ezernyi égi láng mind-mind az egy hírt hozza. Nem vakon fut a világ, biztos kis kormányozza, és látnom kell, hisz ott vagyok a fényes csillagokban. Milyen parányi por vagyok, milyen nagy Istenem van. Ezernyi égi láng mind-mind az egy hírt hozza, nem vakon fut a világ, biztos kész kormányozza, és látnom kell, hisz ott ragyog a fényes csillagokban. Milyen parányi por vagyok, milyen nagy Istenem van. Az összeomlás előtt együtt orosz, ukrán, cigány, magyar missziói csoporttal mentünk Szibériáig, a Fehér-tengerig, aztán föl Tallinnig egészen, és mind tovább testvérünkkel együtt énekeltünk és imádkoztunk katonavárosokban, és mindenütt másik. Hála Istennek, annak is meg lesznek a nyomai, az Úr őrzi majd. Nem minket őriz, az ő szolgálatának a nyomait, de amit akar adni, azt ideadja majd az Úr. Boldogok azok, akik nékem szolgál, engem kövessen. Aki nékem szolgál, ott lesz az én szolgám is, ahol vagyok. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt a vagyja. Néha úgy, hogy elküldi 2 méterre, 2 évre, hogy bájkot vessen a rendőri felügyelet mellett. Sokféle áldása van az Úrnak. Áldjon meg az Úr Jézus mindent. Köszönjük Kedves Dani bácsi, kedves ünneplő gyülekezet!
90. születésnapodon a Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége részéről Isten iránti hálával osztozunk örömödben és ennek a közösségnek az ünnepében. Veled együtt áldjuk Istent ma mindazért, amit az elmúlt 9 évtizedben érted, veled és általad tett. Nem csak azt hisszük, hogy semmi sem történik véletlenül az életünkben, hanem azt is valljuk, hogy életünkre nézve Istennek a legapróbb részletekig menően pontos terve van, amiben mindent beépített, amiben minden eseménynek szerepet szánt. Ezt a tervet nem csak rajtunk, hanem velünk, a tudatos együttmunkálásunkkal akarja megvalósítani. Előre tekintve erről inkább hívő reménységünk van, de Isten azt is megengedi, hogy visszanézve ezeket a pontokat, vonalakat, színes foltokat, valamilyen egészé képpé összerendeződve pillanthassuk meg. Talán ezért is különös ajándéka Istennek a hosszú földi élet, mert ennek az Isten alkotta képnek nagyobb része válik felismerhetővé. Így adunk hálád veled azokért a pontokért, ahol ebben a képben a Pataki Kollégium, benne a Pataki Teológia is megjelenhetett. Az újraindulás következetes küzdelmeiben, a biblikus lelkiség megőrzéséért való fáradozásokban, az imádságokban, és ebben a közösségben most különösen is azért, hogy a teológia nem csak a lelkészképzés, hanem sajátosan is gyülekezeti munkatársak felkészítésének helyévé lehetett. Ahogyan főgondnokként ügyed volt a gyülekezeti gondnokokkal való kapcsolattartás, együttmunkálkodás, úgy igyekeztél ezt a felkészítő szolgálatot a teológia adta lehetőségeken keresztül kiszélesíteni. Így lehetett az annak idején általad is vezetett presbiteri szövetséget közös ügyünké, a nem lelkészi, nevezzük így, hogy a presbiteri oldal szolgálatainak segítése, a gyülekezeti munkatársak felkészítése a presbiteri népfőiskola keretei között. Ebben a visszatekintésben hálásak vagyunk a presbiter képzés pataki, kárpátaljai, felvidéki, párciumi és erdélyi alkalmaiért, előadásaiért, az általad elmondott versekért, az utazásos sajátos élményeiért. Kívánjuk, hogy Isten engedje ezeket minél mélyebben beépülni abba az egészbe, amelyet Isten országának nevezünk. Segítsen Isten téged is, és mindnyájunkat, visszatekintve minél hálásabban gyönyörködni ebben a kirajzolódó isteni alkotásban, és adjon ez megújuló örömet a folytatásra. Hiszen minden egyes nappal, esztendővel, amellyel Isten földi életünket kegyelmesen megtoldja, ezt a művét akarja folytatni. Dani bácsi, áldjon meg Isten ebben, csak úgy, mint eddig, hittel, hűséggel és hálaadással. Isten éltessen, és Isten áldjon meg a testvérekkel egyetemben. Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök. Én is mindenkit, rövid leszek tényleg, mert látom, hogy Dani bácsinak sietnie kell. Szó volt itt az ige hirdetésben, és szó is lesz még róla mai napon, hogy hogyan tud a misszió kapaszkodókat keresni, mi a célja a missziónak, mi a célja az evangéliumnak, mi az evangélium. Dani bácsi, ahogy elmesélte, nagyon sokfelé járt ebben a világban, ebben az országban, és amikor én eszmélni kezdtem, a öntudatomra ébredtem 90-es évek első felében, akkor mi már tudtuk, hogy Dani bácsi és az én néhai nagybátyám együtt szolgáltak valamikor a 70-es években, otthon Szabolcs megyében, egészen pontosan Szatmárban. És azt gondoljuk, hogy ezek a szolgálatok voltak valamikor régen, évtizedekkel ezelőtt, de hadd mondjam el a testvéreknek és kedves Dani bácsinak, hogy abban a szellemi millióban, minőségben felnőni, az nagyon sokat jelentett nekünk. A nevét mond már a nagybátyám. Miklós bácsi volt. Bravo. 17 évig. Mert elápérmődött, hogy el is nem volt körbesényével. De tényleg ragyogott az arca, mint a Mózesék, és a könyv, ami megjelent, annak a bevezetőjét írtam, és azt mondtam, boldog volnék, ha segédlelkészeként elfogadhatni. Ez így volt. Ez le van írva feketén-fehéren. És ez a szellemi örökség körülvesz minket, és azt gondolom, hogy nem csak a szűkebb pátriámat, nem csak az otthoni szabolcsi-szatmári cigányságot, hanem a teljes Kárpát-medencei cigányságra jellemző ez.
több generáció, a 70-80 évesektől a 8 évesekig mindannyian ismerik Dani bácsi nevét. Olyan jó látni, amikor elmegyünk egy országos cigánymissziós konferenciára, és Dani bácsi még mindig ott van, Dani bácsi még mindig aktív, és Dani bácsi még mindig szolgál. Mert a bizonságtévők fellege vesz körül minket, ahogyan mondja az ige, és ezt napról napra, hétről hétre megélem, hogy mennyire így van, hogy ez mennyire fontos. Milyen jó, hogy Dani bácsiék által is körülvesz minket a bizonságtévők fellege. Azt hiszem, hogy ebből az életútbeszámolóból is kiderült, amit röviden meghallgathattunk, hogy jól kifejezi Dani bácsi életét az az íge, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Hadd mondjam el Dani bácsinak, én magam is gyakorlom ebben magam, de még nagyon az út erején járok ebben sajnos. Köszönjük, hogy ezt a teljes magyarországi cigányság, a teljes magyarországi cigányságért is tette, teszi, és hisszük, hogy még tenni is fog életére, szolgálataira, munkásságára Isten gazdag áldását, vezetését, igei látását, a magam, a gyülekezetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Romológia Kutatóintézete nevében, a Budapesti Református Cigány Szakkollégium nevében és a teljes magyarországi cigánymisszió nevében mindezt, hogy Isten gazdagon áldja meg Dani bácsit 90. születésnapja alkalmából. Amen. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Akarnak egy portrét csinálni rólad.